Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim! Azért kértem a szót felszólásra, mert szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy lehetővé tette az előválasztásoknak a lebonyolítását. Szeretném megköszönni a választópolgároknak, akik Mosonmagyaróváron, Jánossavarján, Lébényben és további 36 településen, beleértve a teljes Szigetközt és a Tóköz nagy részét, úgy döntöttek, hogy engem bíznak meg azzal a feladattal, hogy tavasszal legyőzzem a hatalom jelöltjét. Szeretném megköszönni annak a rengeteg aktivistának, aki a saját szabadidejét feláldozva azzal töltötte az elmúlt heteket, hogy segítse az előválasztás lebonyolítását. És akár esőben, akár rossz időben és szélben, és bizony mivel a mosoni síkról beszélünk, itt mindig fúj a szél, tehát hogy ilyen körülmények között is ott voltak a sátrakban, és ezt az egész folyamatot végig dolgozták. Szeretném megköszönni a saját pártomnak és minden ellenzéki pártnak, hogy mindent beletett, minden energiát a szűkös lehetőségek közepette is, hogy ez a történet úgy érjen véget, hogy végül is egy sikernek könyvelhessük el, és megfelelő erőkkel, megfelelő jelöltekkel tudunk aztán a Fidesszel szemben kiállni tavasszal. De szeretném megköszönni a civileknek is a segítséget, ők is rengeteg energiát tettek bele, csak a saját választókerületemben is el tudom mondani, hogy nélkülük nagyon nehéz lett volna ezt végigvezényelni. Pedig a körülmények abszolút nem nekünk kedveztek. Itt nem csak arra gondolok, hogy az állam tudomást sem vett arról, hogy ellenzéki előválasztások zajlanak, hanem bizony még keresztbe is tett, ahol csak tudott. A megyei napilapunknál, a Kisalföldnél például külön meetinget hívtak össze arra, hogy elmondják az újságíróknak jó előre, hogy ezt a szót, hogy előválasztás nem írhatják le, sem az újság hasábjain, sem annak online felületén. Tehát egy olyan eseményről beszélünk, ahol az ellenzéki választópolgárok jelentős része részt vett, ugye 640 ezer ember szavazott ezen az előválasztáson, mégis a részben közpénzből fenntartott megyei napilap nem számolhatott be erről előzetesen semmilyen formába. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy bizony a pálya sokszor nem afelé kedvezett, hogy a részvétel növekedni tudjon, hiszen például tőlünk az én választókerületemben is tudok olyan polgármesterről, aki leskelődött, embereket küldött ki annak megfigyelésére, hogy mégis kimer elmenni a sátrakhoz és kimeri leadni a szavazatát. Nem hiszem, hogy egy polgármester ennél lejjebb tudna süllyedni. Erről is vannak tehát feljegyzések, erről is tudunk. Ahogy arról is, hogy megpróbálták ugye országos szinten is a lehető leginkább nehezíteni az előválasztások lebonyolítását. Meg szeretném köszönni ellenfelemnek, Balázs Endrének is a közreműködést, a küzdelmet. Azt hiszem példát tartunk abból, hogy egy normális demokráciában hogyan kellene működnie a választók kegyeiért folytatott küzdelemnek, hiszen miközben mindent beletettünk, beleadtunk mindketten, mindkettőnk aktivistái segítői részt vettek a küzdelemben, mégis partnerként tekintettük egymásra, és azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy ez az előválasztás sikerrel záruljon. Tehát neki is és csapatának is csak köszönettel tartozhatunk. A valódi küzdelem most indul, hiszen az egész ellenzéki előválasztásoknak az volt a valódi értéke és ereje, hogy a lehető legmegfelelőbb 106 jelöltet megtaláljuk hazánkban, és aztán tavasszal a Fidesz kihívóiként nyerni tudjunk, és egy új tisztességes kormányt tudjunk felállítani. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de csak nehezebb vár ránk. Ezzel tisztában vagyok én is, és tisztában van a kampánycsapat is, amely immár mind a hat ellenzéki párt támogatóiból áll, és ahogy megismerhettem őket az elmúlt hetekben, biztosan állíthatom, hogy ezt a küzdelmet bármi nehéz lesz, sikerrel fogjuk vinni, és erre biztatok minden érintettet itt a választókerületben és szerte Magyarországon, hogy aki úgy gondolja, hogy a kormányváltásért nem csak azzal akar tenni, hogy elmegy és szavaz, hanem esetleg a munkába is részt kívánna vállalni. Én biztatom erre, hiszen aki most az előválasztások során részt vett ilyen tevékenységben, legyen szó szórólapozásról, vagy éppen a sátrakban való helytállásról, az utólag mind-mind úgy számolt be, hogy élete egyik legboldogabb időszaka volt. Úgyhogy hajrá, és köszönöm még egyszer mindenkinek!